Sziasztok! Ebben a videóban pár Minecraftos kérdésre fogok válaszolni. Akárcsak az előző részben most is pár e-mailt is félre raktam, hogy majd így videóban válaszolok rá. Hát akkor lássuk. Henry szeretné tudni, egész kis listát írt, kinének olyan zombik, amiknek van különleges dolgai, és le is írt, hogy egy generátorra van szüksége, és nem tud valamit ilyet találni, hát google.hu, beírod, mobgenerátor, mit tudom, egy summon generátor, stb. Hasonlók, esetleg ha odaírod, hogy Minecraft, de szerintem még annélkül is megtalálja. Videót is csináltam ezekről a generátorokról, hasznos linkek kalandpályaépítéshez. Aztán kéne néhány fajta íj, egy olyan, ami 2 másodperc alatt lehet kiúzni, olyan, ami 1,5 másodperc, és olyan, amit 1 másodperc, meg 1,5 másodperc. Hát ebben nem vagyok biztos, hogy meg lehet csinálni, én még nem hallottam ilyesmiről. MBT szerintem nincs rá, Resource Packből sem hiszem, hogy lehet ilyet csinálni. Szerintem ez a Minecraftnak a belső működésében van, hogy mennyi idő kihúzni egy íjat. Esetleg effekt van rá, nem tudom. Nézd meg egy GIF generátort, vagy keres rá, én sem tudom, nem hallottam ilyesmiről. Kéne olyan itemek kellenének, amiket nem tudok törölni az inventoriból. Meg lehet azt csinálni, hogy folyamatosan egy slotba rakja egy jelgenerátor, de akkor meg másolni lehet. Olyan nincsen, hogy ezt a slotot ott lezárod, hogy nem tudsz bele kivenni. De megmutatom azért azt, amiről beszélek. Tehát kell nekem egy command block. Na, egyébként 1.9-ben vagyok. Kell egy ilyen. Ez ugye a beleírt parancsot folyamatosan futtatja. Igen, és ez mondjuk egy nem entity data lesz, egy replace item. Ez azt tudja, hogy egy megadott slotton egy megadott slotba belerak egy tárgyat. Tehát ami ott van, azt így lecseréli. A slot hotbar 9, nem, 8, az a legjobb oldalsó. És mit tudom én, egy sticket így. Akkor kell neki egy kis jel is. Hát egyébként be lehet állítani, hogy always aktív, és akkor nem kell neki jel. Na, szóval mindig ugye ott van a tár, csak hát annyi le tudom másolni. De például odarakni sem tudok semmit. Hát de rossz is. Belekattintok? Ja, hát megkapom a botot persze. Csak ugye azonnal is cseréli. Tehát esetleg így, hát viszont ez ugye egyben egy tárgy temető is, tehát hogyha valami fontos tárgya, mint egy gyémánt karddal véletlenül oda kattintok, akkor kampó. De így lezárni, hogy nem tudsz igazából rákattintani, hát szerintem nem lehet. Aztán kéne még olyan páncél, amit ha felveszek, akkor egész szettet vesz fel. Hú. Egy sátános, egy piros, egy kék, macskás, egy hordós, micsoda. Ja, azokat majd te megírod. Azért megmutatom, hogy hogyan lehet. Replace item egyébként. És akkor mondjuk egy olyan fogok csinálni, hogyha fölveszem mondjuk ezt a láncinget, akkor a többit is adja hozzá. Úgy fogom megcsinálni a rendszert, hogy kiválasztom azokat, akik láncinget vettek föl, és azok kapjanak, mondd már, szettet. Úgyhogy ezt scoreboard fogok használni. Jaj, megint players, igen. És egy tag, nem? Akkor set tag. Muszáj volt puskáznom, mert nem jutott eszembe. Mindenkinek adom, akin van. Jaj. Hát a biztonság kedvéért idézőjelbe rakom, de igazából nem fontos. És kellene a slot, amit megint csak ki kell puskáznom, mert nem tudom hirtelen. Azt mondja 102. Jó, akkor most ezt elvileg érzékelni fogja, hogyha én oda rakom ezt a chestplate-et. Hát, illetve ad egy ilyen teget nekem. Milyen teget? Igen, csak azt nem írtam le, hogy milyen teget. Hát mondjuk egy... Lanc. Ez így a lánc akar lenni. Így. Most még nem küld jelet. És ezt ide rakom. Akkor sem.
Ja, igen, tudom mi a gond, eszembe jutott közben. Itt tesztelésnél sajnos ide kell írni a típusát is, ami lehet, hogy es. De akkor ezt megjelítom. De lehet, hogy D. Nem, kipuskáztam B. És mindig nem. Szerintem az, hogy elég kell írni a Minecraftot. Így. Aha. És mindjárt okés. Jó. Ez egy fokkal szebb lenne a parancs, hogyha azt odaírnám, hogy ide feltételbe, hogy akinek a tagben nincs az, hogy lánc. Így. Ez ne adja folyamatosan. Így. Most van nálam lánc, úgyhogy nem adja. Igen. És akkor ide mögé mondjuk csinálunk olyat, hogy akinek egy lett a lánc, az ilyen replace item-mel rakja be, csak az egyiket csinálom meg. Így beállítom, ez a feltétel azt jelenti, hogy csak akkor fut, ha az előtte lévő is lefutott. Replace item entity, nem mindenkinek, akinek a tagjében ott van, hogy lánc, igen, slot, SM armor, igen, head, Minecraft, chainmail, nem boots, hanem... Ah, francem, mit eszembe. Helmet az. Úgy. Na most. Ez még nem fut, mert... Ezt chainre akartam állítani. Always active. Oké. Na most. Ja persze, ez nem fut le, mert nálam van már ez a tag. Ki kell törölnöm először magamtól ezt a taget. A scoreboard... Hát igen, ugye így jön be az, hogyha kiveszem, akkor viszont... akkor vegy el. Hogyha nincs meg ez a tag. Akkor ezt... unconditionalra állítom. Jó, most meg folyton adja mi. Akkor megcsinálom úgy, hogy nyomok egy clear-t, akin nincsen lánc, tag, és szét kéne elvenni. A helmetet. Így. Na, most nálam van a helmet egyenlőre, na. De hogyha leveszem ezt a taget, akkor elvileg el kell mennie. Úgy, és most már nem fut, és így el is vette. De hogyha feltalálom ezt venni, akkor megvan. Na, persze az még nincs megírva, hogy vegye is el. Azt úgy lehetne, hogyha ide elérakom, hogy vegye el. Viszont itt már nincs értelme annak a feltételnek, mert úgyis senkinek sem lesz meg a lánc. Ja, nem ezt. Ez chainless. Ez always active. És erre a parancsra lesz szükségem. Egy. És akkor, hogyha most felveszem, akkor ott van. Felveszem, akkor nincs ott. És ugye ugyanezt meg lehet csinálni a többivel. Ez a tag, amit használtam egyébként olyan, mint egy scoreboard. Hát látjátok, a scoreboard parancson keresztül lehet használni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mindenkinek van egy ilyen tag tömbje, és amit így beleírogatok, így, hogy add lánc, ezt így belerakja ebbe a tömbbe. Itt szövegek vannak felsorolva. Adogathatom bele, látjátok, a szelektorban lehet rá tesztelni. Nagyon jó. És a remove-val meg lehet elvenni. Ez azért jó, mert nem kell fölvenni egy külön score-t rá, szóval egy fokkal kényelmesebb. És igazából ennyi, ennek a mintájára ugye meg lehet csinálni a többit, tehát először elveszünk mindenkitől ezt a taget, aztán odaadjuk annak, akinek ez a tárgy van, az adott szloton, aztán ugye berakjuk a tárgyakat, ezzel a replace item-mel, hogy pontos abban a slotban legyen, give-vel ugye csak úgy neki adod, és akkor a következő lesz slotra rakja.
úgyhogy, sőt, gívben meg egyáltalán nem is lehet oda a páncélszatokra rakni. Az utolsóval meg ugye, hogyha nincsen ez a tag, akkor elveszük tőle. Így lehet teszteni, hogy nincsen, hogy egy felkiáltóját írunk mellé. Ennél ugyanaz érvényes, hogy így másolja, ugye ez a parancs, mint az előbb. Aztán Mini Pandúr szeretné tudni, hogy hogyan lehet falusira fejet rakni, például Doggy Andy. Nos, hát ha egészen pontosan Doggy Andy fejet szeretnél, akkor jó, ezeket le fogom kapcsolni, vagy egyszerűen leveszem, és akkor nem írogatnak. Ugye school, akkor ugye, hát lehet, hogy lecserél a skinét, tehát akkor érdemes az ő nevét beírni. Ja, hármas. De egyébként is rövidebb a parancs. Az ugye a school owner. És akkor ide írjuk, hogy Doggy Andy. És akkor megkapom a épp aktuális skinét, ami be van rakva. Na most. És akkor a falusinak csak ennyit kell beírni. Ha le akarsz tölteni egy ilyen fejet a freshcall.com-ról, vagy mi is ennek a neve, tehát egy ilyen játékos fejadatbázis, akkor egy fokkal hosszabb lesz ez a rész. Na de akkor idézzünk egyet. Fog kellni egy gomb is. Megidézek egy falusit, ezt még kiegészíti. Hopp. Mondjuk csak ide a command block fölé. Aztán, ugye 1.9-ben vagyunk, itt már nem equipment van, hanem armor items, azt hiszem. Nem mindegy, kipróbálom, aztán legfeljebb majd utána nézek. És ennek úgy kell megadni, hogy láb, nem cipő, láb, felsőtest és fej, tehát ezek most üresek. És a legutolsó a fej, tehát így ebbe fogom írni, hogy ID. Most csak rövidítek, egy school kell, még hozzá ez ugye csak a hármassal működik, damage 3, egy tag, és most jön az a rész, amit mutattam. Na, ide bele, hogy school owner és Doggy Andy. Puff. És ott van Andy. Szép hosszú nyelve van. Hát, mondjuk elmegy az órának is, na. Szóval, legrövidebben így, hogyha freshcore-ról kéne, mutatok rá egy példát, ez a legjobb. Itt is Santa Claus, azt most bemásolom ide. Ez ugye ilyen szép, gyönyörű parancs, school, és akkor display, Santa Claus, jó, ez még nem érdekes, és a school owner, itt van egy ID, egy azonosító, properties, textúrának is valami illetlen hosszú azonosítója, nem is tudom mik ezek, ennyire azért nem látok bele a dolgokban, nem tudom, hogy hogyan tárolják ezeket a fejeket. Na de a lényeg, hogy szeretném, hogy most egy olyan falusit idézzem, aminek olyan feje van. Na most ezt a zárójeles részt itt a tag után, így, ezt cserélem rá arra, az abban a parancsban lévő zárójeles részre. Tehát most ide jövök, és ezt így, ezt az egészet, itt ami a hármas után van itt a zárójelek között, így ezt az egészet így kijelölöm. Ctrl-C, átjövök ide, és ezt erre kell lecserélni, itt ami a tag után van, ahogy mondtam, ez a zárójeles rész. Ctrl-V, ez is jó hosszú lett, megnyomom, és ott van most a Mikulás. Na, viszont neki tényleg a nyelve, zseniális, tök jó. Szóval így lehet. Aztán Szabolcs szeretné tudni, hogy a szondja, hogyan kell egy armor stand-re fejet és kardot adni. Ja, meg hogy láthatatlan legyen az armor stand. Oké. Okay. Jó. Hát akkor ez hosszú lett, mindegy. Na. A módszer ugyanaz, mint a falusinál, tehát ezek így maradnak, csak azt írom, hogy armor stand, ennyi. És akkor ugyanaz lesz az eredmény, most ugye Mikulás fej van, de ugyanígy lehet olyan Doggy Andy-sat, mint az előbb mutattam. Eddig oké. Okay. Na, ahogy a kezébe adjunk tárgyat, az a... Fő, hová írjam?
Jó sok van. Még ide írom az elejére, tök mindegy. Az armor item mellé kell. Hand items? Azt, na azt most hát tényleg megnézem. Most bejött az 1.9 és még nem jegyeztem meg minden teget kívülről. Hand items, jól tippeltem. Jó, tehát hand items, items. Ugyanígy egy tömb, és akkor egyik... miért ugrottam ide? És akkor egyik kéz, másik kéz, ha jól emlékszem, a jobb van elő. Mindjárt kiderül. És ugyanez, ID, nem tudom milyen kardot szeret, most vaskardot kap. Sword. És igazából ennyi. Az már elég, hogyha megadom az ID-t. És ott van, csak kezet ugye nem állítottam be neki. A kézállítás, ezt biztosan ismeritek, az a show arms. Így. És akkor most már keze is van. Ha láthatatlannak szeretném, mint ahogy írtam, az meg a Invisible 1. Vagy azt is lehet írni, hogy True. Ez egy logikai érték, igaz, hamis 1-0. És akkor most már láthatatlan. Aztán Hedit Zeus 30, nem 24, azt kérdezi, hogy hogyan lehet megcsinálni Minecraftban az, hogyha felveszek egy vascsisakot, akkor kapok 5-ös gyorsaságot. Vagy ha felveszek egy vascsizmát, akkor tudok repülni. És mint túlélőben. Nos, hát ez egy enyhe ellentmondás, ugyanis túlélőben nincsenek parancsok, mert igen, nincsenek parancsok, úgyhogy ez kb. Sehogy, meg kommandok sincsen. De gondolom úgy szeretnéd csalni, hogy először leraksz egy ilyen szerkezetet, aztán úgy túlélőzöl. Na most meg lehet azt csinálni, ha keresel a GIF generátort, hogy gyorsítson a vassisak. Ezek az attributes lesz. Ott be lehet állítani a sebességet. Ha kifejezetten effektet szeretnél, akkor hasonlóan ehhez tesztelni kell, hogy azon a szloton ott van a tárgy, és akkor adni a játékosnak effektet. De tényleg gyakorlatilag ugyanez a parancs, csak... Sőt, ezt fogom kiegészíteni. Most olyan lesz, hogyha azt a láncinget ide berakom, akkor nem csak sisakot kapok, hanem effektet is. Az meg ugye úgy van, hogy effekt... Mindenki, akinek van ez a tagje, ez a lánc tagje, speedet kap, és igazából ennyi. Ennyi kiegészítés. És akkor ha ezt most így fogom és berakom oda, akkor ott van. Juhó, de gyors vagyok. Az most ugye nincsen benne, hogyha kiveszem, akkor múljon el, de azt is meg lehet ugyanerre a mintára, ahol elvettem. Csak nem clear, hanem nyarébb. Oké, ezt másolom. Ha nincsen lánc, akkor így, hogy 0 másodpercig adjon. El is vette. Berakom, akkor itt van, mindig fél percre rakja vissza, így meg eltűnik. Tehát ennyi. Így lehet. Lehet persze úgy is, hogy ilyen komparátort raktok, és akkor futtassa le a parancsot, ugye, mint régen. Ennek az az előnye ennek a tegezésnek, azt még nem mondtam-e. Tegezés, ez jó. Tehát ugye tegeket használtok, hogy ez így multiban is működik. Tehát ez a rendszer kiválasztja azt a játékost, és annak a játékosnak csinálja. Tehát, hogyha van itt valaki más mellettem, és egyikünk fölveszi a láncinget, akkor nem mindenkire fogja adni az effektet, meg a láncsisakot. Úgyhogy az az előnye ennek. Egyébként ugyanígy lehet komparátorra is tesztelni, hogy rajta van test for, akkor entity item. És ugye aztán fákja, hogyha kialszik, akkor felgyullad a fákja. Meg kialszik a komparátor, akkor felgyújad a fákja, és az ellenkezőjét csinálja. Jó, hát ennyi e-mailt gondoltam, ezt is szerintem jól elhúztam. Remélem hasznosak voltak. Ennek a pár embernek biztosan, a kézikönyv óvjon.